Driftelni szeretnék, milyen autót vegyek elsőre? Ha most kezdek bele a modellezésbe, jó választás a Tamiya TT02? Miért olyan népszerű ez az autó, vagyis ez az alváz? Miért ismeri ezt még az is, akinek sose volt ilyen? A Tamiya TT01-es alváz 2003-ban, míg a TT02-es 10 évvel később 2013-ban jelent meg, és utóbbi a TT02 mai napig kapható. A legtöbb kezdő, köztük én is, 3 évvel ezelőtt külső kinézet alapján szeretne autót választani. Én is így voltam ezzel, ugye van egy kedvenc automárkám, a Subaru, és olyan modellautókat kerestem, amin ez a karosszéria van. Akkor még úgy nem sok mindent tudtam a cserélhető karosszériákról, meg a méretarányokról, motortípusokról. Ezért a kedvenc automat szerettem volna a kezembe látni kicsiben, és valószínűleg így van ezzel. Nagyon sok mindenki, aki önállóan, segítség nélkül kezd bele a modellezésbe. A Tamiya cég ezt elég korán felismerte, és évtizedek óta különböző menő karosszériákkal és hozzáillő kerekekkel jelenteti meg az autóit, a modellautóit és az építőkészleteit. A TT02 alváznál maradva legutóbb például láttam a Toyota Suprát, a Toyota Yaris VRC-t, a világbajnok rally autót, és egy ideje kapható már a Mercedes AMG, az Audi Quattro Rally, a Ford Mustang, vagy a LaFerrari. Természetesen vannak más Tamiya alvázak is, de ebben a videóban most csak a TT02-vel foglalkozunk. Az előbb említett autók tehát mind a TT02 alvázra épülnek, összkerékhajtással, kardántengellyel és elektromos motorral. Csak a karosszéria és a kerekek különböznek, tehát ami kívülről látszik. De az, ami kívülről látszik, az egyszerűen gyönyörű. Az eredetivel szinte teljesen megegyező licenszelt másolatok a makett autók részletességére hajazó kidolgozása. A polcon gyönyörűen mutatnak, de vajon milyen lehet velük autózni? Erre voltam én kíváncsi, ezért vásároltam magamnak egy TT02-es építőkészletet, amit én a polcra szánok, de azért ki is fogjuk próbálni. Na hát gondolom nem lepődtetek meg, hogy ez is egy Subaru lesz, ugye a legújabb modell. Ugye ez a Subaru VRX STI-ből készített túraautó, GT autó, amivel ugye a Nürburgring Challenge-et teljesítette a Subaru csapat, annak megfelelő matricázással, rajtszámmal, kerekekkel és természetesen a GT szárnyal a hátán. Ugye ez már nem a rally verzió, de akkor is a legújabb modell, és én ezt nagyon-nagyon szeretem. Szóval ez egy építőkészlet, amiben benne van a TT02-es alváz, természetesen a műanyag öntőformákban. Van benne egy kefés motor, van benne egy szabályzó, illetve egy karosszéria, spoilerrel, és ennyi. És a gyártó már itt rögtön a doboz oldalán jelzi, hogy ahhoz, hogy az autó el is induljon, szükség lesz egy távirányítóra, akkumulátorra, akkumulátortöltőre, vevőre, szervóra és szabályzóra. Amit nem igazán értek, mert szabályzó van a készletben, tehát nem tudom, hogy miért tette föl ide, hogy arra szükség lesz. Ezen én el is dilemmáztam a vásárláskor, mert fotókon azt láttam, hogy van benne szabályzó, a dobozon meg azt, hogy nincs. De hála Istennek volt benne. Ajánlat, ami a néhány dolgot, amit érdemes megfontolni hogy, és beszerezni az építéshez. Tuning cuccok, tehát van itt például rúgókészlet, akkor néhány alumínium dolog, stb. Amit nagyon fontos, ha még nincsen készleted és szeretnél egyet összeépíteni, tudnod kell, hogy ebben a készletben műanyag csúszócsapágyak vannak. Igazából ez csak egy darab műanyag, annyi, hogy pont akkora, mint amekkora kell az autóba. És ugye ezt azért van, mert ebben az állapotában, vagy ebben a formájában, hát leginkább polcra szánt autó ez, de ha menni is szeretnél vele, akkor ezek a kis műanyag csapágyak, ezek nem fognak sokáig tartani, ezek nagyon hamar ki fognak olvadni a kerekekből. Ezért érdemes hozzávenni még építés előtt egy csapágyszettet, amit szerintem bármelyik modellboltban meg lehet találni, külön Tamiya TT02 csapágyszett. Én is egy ilyet rendeltem hozzá, és úgy vágtam neki az építésnek. Tálcás, alvázas, felépítésű autó. Igen, robosztus, nagyon kemény, de ugye mivel ez egy kezdőknek szánt autó, lehet arra számítani, hogy ez a merev alváz, illetve ez a merev műanyag felépítés, ez fogja bírni a patkázásokat, a falnak menéseket, illetve a borulásokat. Van hozzá egy nagyon jó minőségű leírás, nagyon egyértelmű, nagyon könnyű követni a leírást.
a spúrkerék és a kardán tengelynek az összeépítésével kezdtem. Hát ide rögtön már kellett a rendes csapágy, úgyhogy jó, hogy megvettem előre. A tálcája az autónak nagyon érdekes, mert a diffi háznak a fele, az alsó fele is egybe van öntve az alvázzal. A pereme meg jó magas, nagyon sok ilyen tartó öntés van benne, ami csak a támasztást, a feszítést, a merevséget szolgálják. Ez az autó, ez hajlani nem tud, tehát ez maximum törni tud. A diffi egy hagyományos differenciálmű műanyag belső részekkel, napkerékkel és bolygókerekekkel. Mellékelt a Tamiya egy kis tubusnyi zsírt, és ezt a zsírt szinte mindenhova kenegetni kell az autón, főleg a diffibe. Ja, hogyha éppen ilyet raksz össze, akkor arra figyelj, hogy amikor az öntőformából vágod ki az alkatrészeket, akkor a diffinek azt a középső keresztjét, azt nehogy kidobni. Nekem sikerült kidobnom, és aztán a kukából kellett kibányászni, mert azt hittem, hogy az is csak egy ilyen segédforma öntéskor, de nem, az a diffinek a keresztje volt. Aztán bekerül a kardántenge is, ami érdekes módon műanyagból van, de ami még érdekesebb, hogy kettő van a készletben, tehát ha esetleg eltörne, akkor rögtön van egy másik. Egyébként a Tamiyára ez jellemző, én vettem már makett készletet is a Tamiyától, és jellemző rájuk, hogy sokkal több darabot tesznek bele egyes elemekből. Például a makettnél az volt, hogy másfajta ülést, tehát tettek be sportülést, normál ülést is, vagy például kipufogó is kétféle volt. Itt néhány elemből találunk pluszban. Tehát nem kell megijedni, ha mondjuk kimarad egy kardántenge építéskor, mert azt abból nem kell kettő. A gömbcsapágyat nagyon érdekesen oldották meg, ugye ki van öntve a külső, a ház része a gömbcsapánynak, és van egy ilyen hajlított, ilyen, hát nem tudom, lemez vagy műanyag lehet ez, de középen ugye meg van vágva, és ezért így bele lehet tuttyantani a helyére. A lengőkarok nagyon egyszerűen csatlakoznak az alvászhoz. Van két ilyen kiálló kis henger bennük, azt kell beledugni a megfelelő helyre. Tehát nincs úgy, mint az átlagos modellautóknál, vagy a komolyabb versenymodelleknél, hogy egy ilyen fém rudat kell ugye átdugni a lengőkarnak a megfelelő lyukjain, hanem itt műanyagból oldotta meg a Tamiya, és ugye az alsó lengőkar is teljesen hasonlóan csatlakozik az alvászhoz. Következik a motornak a beépítése, ahhoz itt a füzet is mutatja, hogy vannak ilyen, most kettő darab ilyen motortartó, ilyen kis műanyag elem van, amiben van egy ilyen ovális lyuk, amiben bele kell illeszteni a motort, viszont azért ovális, vagy hát ugye nem kerek, nem kör, hogy lehessen a motort oldalirányban mozgatni, ugye, hogy a megfelelő foghézagot be tudjuk állítani, és ehhez egy olyan könnyítést adott a gyártó, hogyha a motort másképpen csavarozzuk föl erre a tartóra, akkor ugye más lesz a motornak a helyzete, tehát nem nekünk kell kézzel bejátszani a megfelelő fokhézagba. Aztán bekerül a motor a helyére, rákerül a csomagban adott pinion kerék, amit egy hernyó csavarral tudunk rögzíteni a motornak a tengelyén. Aztán jönnek a további alkatrészek, a féltengelyek. A C-hub azért nem jön, mert nincs benne C-hub. Ugye teljesen más megoldással készül ez az autó. Ugye az első futóműnél ugye alul fölül ez a gömbcsapágy szerepét ellátó kis eszköz van alul és fölül.
amin ugye el is tud fordulni azonnal a mindkét kerék, ezért ugye nincsen szükség C-hábra az autónál. Hátul, a hátsó felfüggesztés pedig ilyen hosszú csavarral van megoldva. A kerék agyat beillesztjük a helyére, bedugjuk a csavart, és a csavarnak csak a kalapja alatti részen van menet, tehát az utolsó 2-3 mm-t kell csak betekerni. Elég érdekes megoldás, ilyet még nem láttam. Valószínűleg ennek megvan az oka, hogy más modellautóknál miért tesznek másabb felfüggesztést. És akkor jön a kedvenc részem, a lengés csillapító, ami igazán meglepődtem, mert én nem tudtam erről, hogy a Tamiánál egy ilyen csúszó lengés csillapító van, tehát az egyik henger belecsúszik a másikba, és kívül van rajta egy rugó. És igazából mindössze a rugó végzi az egész lengés csillapítást. Nagyon egyszerű volt összerakni, nincsen olaj, nincsen gumisapka, nincsen o-ring, nem kell szigeteljen, sok mindent nem kell csinálni, mint egy olajos lengés csillapítónál. Hát meglepő volt, de szépen rugózik. Következik az elektronika. Ez is nagyon érdekes. A Tamiya TT02 építőkészletet ugye egy kefés motorral adja a gyártó. Viszont a szabályzó, amit mellé ad, az egy szenzoros brushless szabályzó, ami érdekes. A leírás szerint kefés motorra van beállítva. Ha belegondolunk, akkor ebben már a Tamiya megadja a tuningulási lehetőséget, hogy vegyünk bele egy szenzoros brushless motort, és ezt a szabályzót pedig át lehet programozni szenzoros brushless motorra, illetve lipóüzemre. Ugye eredetileg nikkeles akkumulátorra van ez az autó kitalálva. Mindezt már a szabályzónál a csatlakozóból is látjuk, ugye lipóaksira nem szoktak tenni ilyen fehér csatlakozót. Ennek a csatlakozónak egyébként pont az az érdekessége, hogy ezt Tamiya csatlakozónak hívjuk. Talán a Tamiya találta ki először, és úgy terjedt el az összes Tamiya autón, ugye ilyen van. De ilyennel nem találkozunk lipóaksikon. Én beépítettem a kithez kapott motort, a szabályzót. Volt itthon olcsó, egyszerű kínai szervom, azt építettem bele, illetve vásároltam nikkeles akkumulátort, egy újat, mert nem tudom, hogy a régi HSP-s akkumulátorokkal mi a helyzet. Ezekkel igazából elkészült az autó. És akkor jönnek hozzá a kerekek, ami ugye jelen esetben a Subaru VRX ST-nek a gyári felnie, és azon egy ilyen, hát egy gumi köpeny, mert ugye nincs benne szivacs, ez ennyire puha. Ezt így be lehet nyomni, tehát ez így, hát ezt, hogyha kiviszem a parkolóba, ez úgy nagyjából sem eddig se tart, mert ugye a leírás szerint ezt rá kéne ragasztani, de hát én nem ragasztottam rá, mert ez lesz a polcos kerék, tehát ezen fog állni a polcon, aztán, hogyha kimegyek az utcára vagy a parkolóba, akkor teszek rá másik kereket. Ha meg esetleg elviszem pályára, akkor teszek rá túraautó kereket. Az egész készletnek a legjobb része, ugye amiért én választottam, az a karosszéria, amit hát én nem a leírás szerinti fekete-kékre fogom fújni, hanem csak egyszerűen metálkékre. Egy kicsit azért a feketével is rámentem, ugye a hűtőrácsot, illetve a jobb és a bal oldali indexnek, illetve a ködlámpának a helyét próbáltam meg feketére festeni, mert nem igazán sikerült. Életemben először próbáltam ki a maszkolást maszkolószalaggal, tehát én mindig eddig a Bitti dizájnos folyékony maszkkal festettem karosszériát, maszkolószalaggal még eddig soha nem dolgoztam, kizárólag így a ablakokat a mellékelt matricákkal
ragasztottam le, de maszkoló szalagról nem volt semmilyen tapasztalatom, hát ez itt látszik is a végeredményen. Ugye a festést ugye airbrush-sal csináltam, airbrush festékkel, Vallejo festékgyártónak a metálkék színű festékével. Egyszerűen kifújtam az egészet, és így készült el karosszéria. Most jelenleg így néz ki. Hát ott azért a maszkoló szalag alá rendesen bement a festék. Ugye vannak össze-vissza pacázások, de hát nem baj, apróság. A lényeg az, hogy karosszéria le van fújva, és most fogom lehúzni róla a maszkolásokat. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. Ugye én egyszer már vettem egy Subaru, egy Tamiya Subaru karosszériát, és akkor nagyon örültem neki, hogy a lámpatestek is benne voltak, mert azt akkor nem matricázni kellett. Hát ebben a, ehhez a karosszériához nem adtak lámpatestet, úgyhogy a matricákból fogom majd felragasztani. Meg itt van a rengeteg Nürburgring Challenge-es matrica, hát ebből szerintem én van pár Subaru jel, azokat fogom használni. Többit annyira nem hiszem. Still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record, deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. A matricák felragasztása egy kicsit munkás, ugyanis szikével körbe kell vágni mindegyiket, mielőtt le tudnánk húzni a papírról. Ennek annyira nem örülök, de ez nagyon-nagyon sok autónál, nagyon sok gyártó így csinálja. Például a kínai HSP-nél körbe volt vágva. Végre elkészült az autó, elkészültek a ragasztások, a matricázások. Ide alulra is került egy matrica, itt lett egy ködlámpa matrica, ugye a Subaru jel. Nem akartam reklámokkal teletűzdelni, de ezt itt fölül, ezt a Gran Turismo-sat nem tudtam kikerülni, mert ugye nem volt másik fekete színű matrica. Ablakkeretekre kerültek ilyen fekete kontúrok, a tükör belsejére egy ilyen ezüst színű tükröt imitáló, aztán a hátsó lámpa, az STI felirat, a Subaru logó. Nagyon örülök neki, végre elkészült, és gyönyörű szép, úgyhogy most kimegyek az utcára, viszek ki többféle kereket, és kipróbálom mindegyikkel. És kíváncsi vagyok, hogy milyen a TT02-vel autózni. Olyan rég volt ilyen parkolós autózás, hogy gondolkodnom kellett, hogy mit kell kihozni. Na, ez ne téveztem meg senkit, ez nem a Tamiya kerék rajta, az eredeti, hanem egy szivacs kerék, látszik ragasztott, csak ennek is fekete a felnie. Ezt már a szivacs kerék tesztes videómban használtam egyszer. Van még nálam másik fajta kerék is, azok ezután jönnek. Hát ez a végsebessége ennek a kefés motornak. Hoppá! Ott még patkolom. Már is megsérült szegényként. Jó kis kocsi ez, nem? Szerintem ebbe kell egy erősebb motor, aztán... aztán megy, mint a villám. Egybe van, szépen fordul, nem lötyög annyira. Kicsit nehéz kihozni egyébként az egyenes futását, lehet, hogy ez a sok műanyag alkatrész, meg műanyag gömbfej, meg ilyeneknek a hibája, de meg hát ugye semmi beállítást nem csináltam, meg talán ezzel nem is nagyon lehet beállítást csinálni rajta. Gyárilag így be van lőve, de egész élvezhető. Teszek rá túrautókereket.
megnézzük, mi a különbség. Gyorsabb nem lesz, de kíváncsi vagyok, hogy hogy megy azzal. Hoztam ilyen túrautókerekeket, amit Dintikomban használtunk. Ezek már használtak, de ide jó lesz. Neki küldtem a bébit, a patkának. Ott. Ez itt tök érdekes, ez az autó egyébként. Állítani nem lehet rajta semmit. De gyárilag olyan jó ki van találva. Összerakott, minden beesik a helyére. Minden úgy van kijöntve, pont odafér, pont belemegy a lyukba. Pont úgy áll, ahogy kell. Nem véletlenül ilyen sikeres szerintem ez a TT02. Na nézzük, milyen túraautókerékkel. Levenült az első aksi, igaz, ez még a HSP-nek az agyon használt nikkeles aksia, hát ez nem valószínű, már nem bír sokat, főleg, hogy nagyjából egy éve nem is volt feltöltve meg semmi, de van még két aksim. És ez még mindig egy régi aksi, szintén a HSP-nek egy régie. Ezt is feltöltöttem, megnézzük, hogy működik-e. Igen. Hát kavics van benne, parkolózásnak a szépségei. Amúgy nagyon szép. Szépen megy. Egyébként amit vártam ettől az autótól, azt teljesíti. De jó minőség, tehát nem érzem azt, mint ami a HSP-nél volt, hogy már a kezdetektől fogva így lötyögött az egész, tehát ilyen egyenesen abszolút nem lehetett vele menni. Állandóan össze-vissza, tiszta ilyen izgága volt az egész. Bár mondjuk arra soha nem tettem túraautókereket, mert akkor még nem tudtam, hogy mi az. És van még egy ötletem. Hoztam még kereket. HSP kerekeket. Ez ugye az a kemény műanyag kerék, amivel csúszkáltam a parkolóban. Nem mondom, hogy drifteltem, mert az LC driftesek leharapják a fejemet. Ez össze-vissza csúszkálás parkolóban a helyes megnevezés. Most ez következik. Nem merem az oldalára borítani, mert van tükör. Letöröm a tükrötököt. Na, ehhez mit szóltak? Nulla beállítás. Gyári minden. Hát ezt nem hiszem el, ezt talán 2-3 éve csináltam utoljára, amikor kezdtem a csatornát. És akkor is nagyon élveztem, de ez még mindig nagyon tetszik. Mondhatok akármit, de az, hogy az utcán össze-vissza csúszkálni egy összkerekes RC autóval, az marha jó dolog.
és ezt egy Tamiya TT02-vel meg lehet csinálni. Mindenki döntse el magának, hogy tetszik ez, vagy nem, érdemes-e ezzel kezdeni. Én föltettem a szivacskereket, aztán a túrautókereket, hát szerintem azzal maximum dintikomba fogok körözni, mert így parkolóban én nem nagyon látom értelmét, vagy kivéve, ha beleteszek egy mondjuk 13 és feles motort, és akkor mondjuk van sebesség, mert itt hát majdnem elaludtam, amíg körbeért itt a Járda-sziget körül. De így, hogy föltettem ezt a kemény kereket, hát ez még mindig tetszik. Na hát, ilyen autó a TT02. Meg lehet vele tanulni a modellezést, lehet tuningolni, vannak hozzá különböző alumínium alkatrészek, nagyon sok átalakító szettet láttam, még akár hátsó kerekes autót is lehet belőle építeni. Kezdő alapautónak én azt mondom, hogy megéri, mert nagyon jó áron van, ugye karosszériával jön a csomag. Aki most vág bele a modellezésbe, és tényleg nem tud semmit az egészről, annak egy tökéletes választás. Úgyhogy ajánlom. Szóval a TT02 egy jó kocsi, kezdésnek megéri. Örülök, hogy itt voltál, megnézted a videót, találkozzunk a következőben.